törekvéseiről, eredményeiről, természetesen a tudományok területén. MTA, ez a rövidítés szerintem azt jelenti, hogy Magyarországi Tudományos Akadémia, hanem alapító atyáink a 19. században úgy döntöttek, hogy ez a tudós társaság a Magyar Tudományos Akadémia nevet viselje. Ennek megfelelően akadémiánk nem csak az állam minden polgáráért, hanem a magán magyarnak való, a magyar nemzeti közösség minden tagjáig éljen bárhol a világon, bármely kontinensen, vagy akár hazánk a Kárpát-medence területén. Ennek megfelelően alapítóink nem sejthették, amelyel jelenleg szembesülünk, hogy a magyar nemzet, a nemzeti közösség a település terület nem fér bele magyar állam jelenlegi területébe. Megosztott nemzet lettünk, angolul mondják divided nation, megosztott magyar nemzet gazdasági, politikai migrációk miatt, illetve államhatárváltozások miatt, trianoni és párizsi döntések miatt megosztott nemzet vagyunk napjainkban. Mi, ahogy a statisztikák is mondják, egyre inkább növekszik a magyar nemzet szétszórtsága, szétforgácsoltsága, illetve a nemzeti szállásterület, hazánk a Kárpát-medencén belül a magyar többségű vagy magyar lakta területeknek a politikai, állampolitikai megosztottsága. A jelenlegi állapotot láthatjuk, ezt nézzék el nekem, geográfusként imádom a térképeket, és bízom benne, hogy az emberek többsége vizuális. Tehát ami lát, ami megragadja, az meg is marad benne. Nem csak a nemzet megosztott, ahogy a térképen látjuk, egyre inkább növekszik a globális megosztottságunk. Az elmúlt évtizedben